titokban belédestem. Imádom ezt. Mindent szeretek az esküvőkben. Van valami varázslatos abban, amikor két ember örök szerelmet fogad egymásnak. Ez nem én vagyok. Ott vagyok. Az ott. Jessica Parks. Mint mondtam, imádom ezt. Annyira, hogy minden barátom esküvőjét én szervezem. Elég jó vagyok benne. És az a becses pillanat, tudod, amikor a menyasszony szétkeni a tortát a vőlegény arcán? Igen, az én ötletem. Az időpont, a kameraállás, a torta, minden. Oké, várjon. Igen, ez az. Jó, nézd. Igen. Minden azért történik, mert én úgy terveztem meg. Ez jó volt. Hé, hey, Michel, a vegántál úton? Ő itt a legjobb fotós. Marlink van. Isteni a süti, Jess. Jó, hogy te szervezted az esküvőt. Csodás barát vagy. Csapatmunka volt. Nem akarok beképzeltnek tűnni, de mindent én találtam ki. A sajátod is biztos csodás lesz. Egy nap. Igen, csodálatos. Ő Rom, a pasim. Tudom, kissé korai még meghívni egy esküvőre, de jól kijövünk. Így ez csak közelebb hozhat egymáshoz, igaz? Szia. Szia. Szakítanunk kell. Ez nem a terv része. Mi? Nézd, nem miattad, te csodás vagy. Oké, de ha így van, akkor miért szakítasz velem? Mert nem te vagy a... Tudod, a... nagy ő. És itt a volt barátnőm is. Hello. Krisztál K-val, az exed, jó? Én azt hiszem, újra kezdjük, érted? Szóval együtt kell távoznunk. De te hoztál. Igen, de... Jó, nem gond, majd hívok egy Ubert. Ó, kösz, hogy megérted. Oké. Csak... még valami? Oda engedsz, ezek a sütik isteniek. Ja, vigyel csak, ha akarsz. Nem, még itt megesszük. Nagyszerű munkát végeztél. Büszke lehetsz magadra. Szép munka. Oh, hello. Oké. Kösz, Liam. Sajod. Szia. Moi, úgy látom készen állsz. Mikor szűksz? 4 hét múlva. Jó, várom a kisrácot, vagy lányt. Hé, Ted! Kösz az ajándékbelépőt. Értékelem. Hát, megtehetem. Elvégre én vagyok itt, Ted. Hello. Jess, mondd csak, jól vagy? Kidobott. Ja, Rob kidobott, de nincs gáz. Sajnálom, rendesnek tűnt. Ja, az volt. Az volt. Nem is sejtetted? Holnap? Oké, bocsi, gyere, rendezhetünk, jó? Kellett volna. Az kávé? Nem, ez víz. Muszáj hidratálnod. Köszi. Szóval, az esküvőn szakított veled? Nem a szertartáson, csak utána, ami szerintem kedves tőle. Igen, nagyon. Egy idióta. Nem érdemel meg. Felejtsd el őt. Jess... te kedves, intelligens, szép vagy, és ki kívánhatna többet? Senki, csak is Rob. Felejtsd el őt. Jön helyette jobb. Ígérem. Te mindig jó voltál hozzám.
Mint most is. Segítjük egymást, barátokként. Így áll. Apropó, sokat jár az eszemben az élet, a szerelem, a barátság. Lógtunk a suliból, emlékszel? Igen, klassz nap volt. Megnéztük az Underworld-et. Underworld-et. Bírtad Kate Beckinsale-t. Te meg Scott Speedment. Ja, fiatal voltam. Csodás volt, erőlködés nélkül. Ezt keresem egy kapcsolatban is, ezt a könnyed varázslatot. Jess. Igen? Megnősülök. Mi? Tudom, őrület. Kit? Mi hol? És gyors. Mármint gratulálok. Kösz. Nem is tudtam, hogy... Vagyis el szoktad mondani, ha randizol. Tudom, én csak nem akartam azt, hogy helytelenítsd. Már miért helyteleníteném? Ismerem? Az egyik ex-barátnőd az? Amanda az? Mert azt akarom, hogy boldog légy, csak hát nem vele. Nem Amanda az. Akkor az a rémisztő porcelán babás csaj, hogy is hívták? Terry. Terry? Dehogy nem Terry. Akkor jó, fura volt. Hát, Kimberly Kentwood. Kimberly Kentwood, a leggonoszabb csaj a középsuliban? Hű, oké, inkább lenne ijesztő Terry. Jó, figyelj, tudom, hogy mit gondolsz, de már megváltozott. Rá sem ismernél. Ó, máshogy néz ki? Hát nem, ugyanúgy néz ki, ami fura. Ó, hál' Istennek, Kimberly Kentwood csodás. Én emlékszel még, mikor te voltál Dagi Ted, és az összes barátnője kigúnyolt minket? Igen, de mindenki más is így hívott. Ó, nem mindenki. Oké, jó, én lefogytam, és ő... Már nem egy... Ő most csodás, oké? Most lett vége egy kapcsolatának, átgondolta az életét, megváltozott. Tényleg. Oké. Hogyha azt mondod, hogy a gonosz, bossi megváltozott... Akkor hiszek neked. Köszi. Még valami. Szervezd meg az esküvőnket, jó? Te nagyon jó Igen. vagy, és a barátom vagy. Ha, no csak Kimberly Kentwood. Lennél te a nőfélyem? Mi? Tudod, mint a vőfély, csak nő. Tudom, mi a nőfély. Rendben, szóval... Hát persze, én szívesen. Igen. Nagyszerű. Nagyszerű. A legjobb barátom esküvője. Kimberly Kentwooddal. És mit mondtál? A barátom. Persze, hogy igent. Szakítottál? Szingli vagy? Ugye? Sőt, itt vacsorázol. Ugye? És dögös vagy, aki megszervezi a legjobb barátja esküvőjét. Ugye? Tiszta papagáj lettem. Miért nem randiztatok? Teddel? Igen, Teddel. Csodálod őt, és cuki gyerekeitek lennének. Oké, nem, az... Csak mondom. És süti vacsira. Nem túl jó szokás, értesz? Ugám. És ott szakított veled az esküvőn? Gyakorlatilag a fogadáson, de igen. Fogadást mondott? Figyelj oda, Beatrice! Én odafigyelek. Tedd be a hallókészüléked! És Jessica, drágám, ha szakított veled, akkor egy bunkó. És nem az egyetlen itt. Hölgyeim, a lényeg, hogy a legjobb barátja megnősül. Nem így van, Jess? De, bármint... Ted nagyszerű srác, és boldognak akarom látni, csak nem Kimberly Kentwooddal. Ő is egy bunkónak tűnik. Oké, nem biztos, hogy támogatom a bunkó szó használatát, Doris, de... Igen, egy bunkó. Mindig az volt. De a barátjaként támogatod a döntését, és segítesz neki, igaz? Igen. Persze, Mr. Mulligan. Csak szívás, ennyi. Tudod, mit csinálj?
Keres valakit, akit Ted utált, és hívd el Randira. Rendben. Köszönöm a tanácsot, Doris, de legyen ez a B-terv. A lényeg az, hogy Jessnek tetszik Ted. Nem tetszik Ted, nem erről van szó, mi csak barátok vagyunk. Nekem ez túl zavaros. Hozok egy sütit az evédlőből. Rajta, Beatrice, menjünk! Oké, rendben, de figyeljenek a vércukrukra, főleg maga Doris. Nem akart sütizni? Hidd el, én már elég sütit ettem meg. A rossznak hála, értékeled a jót. És ne feledd, ő a barátod. Mindegy, kit veszel. Az idősek bölcsek. Ez az egyik előnye a kornak. Ez, na meg az ingyen süti. Anya, én vagyok, és nem egy betörő. Ó, drágám, hát hogy vagy? Szia! Jól, és ti? Izgatottan. Kicsit Edi megnősül, megöregedtem. Oh, dehogy, tiniként viselkedtek. Ez igaz. Harapnál valamit? Nem, felmegyek a szobámba, és megvárom Tedet és a mennyasszonyát. Igen, a mennyasszonyát. Hallom, együtt jártatok suliba. Emlékszel rá? Kicsit. Szia! Hogy vagy? Kimberly Kentwood itt van. Ő Jess mamája. Szervusz! Úgy örülök. Tényleg, hol van Jess? Fent van a szobájában. Jess, drágám, jól vagy? Csak így tovább. Már nem megy a lépcsőzés. Ted, ne hozz zavarba a nőféjed. Szia, Kim. Hogy vagy? Jessica, barátnők vagyunk. Gyere ide. Barátnők. Oké. Okay. Nos, gratulálok. Köszi. Soha nem hittem volna, hogy férjhez megyek. Főleg nem egy ilyen gyöngyszemhez. Ő egy gyöngyszem. Ez túlzás. Nem, nem az. Csodálatos vagy. Nem így van, Jess? Mi? Ted? Igen, ő... klassz. Ó, köszönet az egybehangzó véleményét. Most csak viccel. Jess, te mindenkinél jobban ismered őt. Hát igen, Tedben minden megvan, amit csak kívánhatsz. Ha bejön neked a magas, sármos, okos, vicces típus, én nem ezt keresem, én nem, bocs, de nem jön be. De ha neked igen, akkor az jó hír neked. Na jó, elkezdhetjük? Persze. Oké. Oké. A főasztalt ide fogjuk tenni, a bárpult ott lesz a sarokban, és lesznek csirkecsíkok is a vőlegény kérésére. Mi van? Szeretem is kész. Igen, tényleg nagyon szereti. És szerencsét, hogy megengedem.
Tudod, mit imádnék? Fűzérek, fától fáj. Ugyanerre gondoltam. Ó, és szerezhetnénk olyan hagyományos izzólámpákat is, hogy is hívják. Ez az izzó. Nagyszerű csapatot alkotunk. Felé, jó, hogy életem két legfontosabb nője jó, aki jön. Tényleg? Életed két legfontosabb nője? Nem emlékszem, hogy ott lettek volna, amikor 12 órán át vajúttam veled. Úgy értettem, rajtad kívül. Szerencsét. Üdv, Mrs. Cooper, hogy van? Kicsi Jessica. Rég láttalak. És itt van ő, az én leendő menyem. Gail, úgy örülök. És ha már itt tartunk, szóltunk már a nagyinak az eljegyzési partiról? Ó, igen, valakinek érte kell mennie. Majd én elhozom. Biztos? Hiszen annyi dolgod van. Ó, imádom őt, igen. Kerítek valakit, aki elhozza. Rendben, kösz. Végeztetek itt? Megmutatnám Kimnek a régi szobádat. Ó, mehetünk? Igen, mindent megbeszéltünk így. Ó, igen, mutasd meg a szobámat, én még beszélek Jess-szel. Oké. Miről is? Erről, gyere. Komolyan felmegyünk? Viccesz? Gyerekként nem volt ennél fontosabb hely. Menjünk! Nem jártam itt már sok éve. Annyi mindent felidéz. Igen, nekem is. Mindig azt mondtad, ne figyeljek azokra, akik gúnyolnak. Ja, de meg, hogy Billy Clark Randira hív majd, ami amúgy sosem történt meg. Billy Clark, jobbat érdemelsz a Billy féléknél. Most pedig esküvőt tervezünk itt. Kimberly Kentwooddal. Tudom. Egek, milliószor beszéltük ki itt, most meg elveszem. Emlékszel, amikor ő is a két barátnője? Ó, hogy is hívtuk őket? Ó, a gázos páros. Igen, igen, persze. Igen, már emlékszem. De minden más lett. Megváltoztunk. Igen. Én csak nem értem, hogy tudtad így eltitkolni előlem. Hát nehezen. El akartam mondani. Csak nem tudtam, hogy reagálnál. Te vagy a legjobb barátom, és... sokat jelentesz. Jó, tehát én mindjárt bőgök. Komolyan. Csodás barát vagy. Szeretlek. Na persze, nem úgy. Nem úgy, mint Kimet, nyilván, de... Nyilván nem. Ez szép. Mr. Mulligan, seperc alatt tönkrement minden. Mármint a szervezés? Nem, az rendben ment. Nos akkor? Ki most is egy bunkó? Nem. Ted jól mondta, ő tényleg szuperkedves lett. Akkor meg mi a baj? Azt hiszem, hogy tetszik, Ted. Azt hittem, ti csak... Én is. Mi történt? Csak arról beszéltünk, hogy kiskorunk óta barátok vagyunk, és arra gondoltam... Milyen csodás, és mennyit jelent nekem. Jessica, szerethetsz és csodálhatsz valakit romantikus érzések nélkül. Ez biztos? Figyelj, sokat lesztek majd együtt a szervezés miatt. Használd arra, hogy rájöjj, mik a valódi érzéseid. Rá fogsz jönni. Mosolyogj! Mrs. Cooper, az összes izzót bedugta? Igen, mehet is. Rendben, Mr. Cooper, kapcsolja fel! Jessica Parks. Jelen! Tényleg jó vagy ebben. Köszi, Gail. Már alig várom, hogy lássam a saját esküvődet.
Aha, majd egyszer. Jessica! Szia! Szia! Na hát, elképesztő lett. Kösz, Kim. És a fények? Az Edisonizók? Ó, emlékszel még Megőre és Lorenre a suliból? Persze, Megőn és Loren. Hát persze, még szép. Csajok, emlékeztek Jessre? Ted és Jess a legjobb barátok már, vagy születésüktől fogva. Igen, szinte. Emlékszem, Teddel össze voltatok nőve a suliban. Igen, eléggé. Igen, amíg Dagi Ted le nem fogyott, és jó pasi nem lett. Egy gazdag jó pasi. De te? Ugyanolyan vagy. Köszi. Szerintem Loren úgy érti, hogy pont olyan csinos vagy, mint régen. Nem is öregettél semmit. Okay. Nem így van, Loren. De. Hölgyeim! Szia! Ted! Anya! Szia! 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 Oké. Okay. Jess, ez a hely még soha nem volt ennyire bűbájos. Bűbájos? Igen, bűbájos. Oké, okay, akkor bűbájos. Hm? Köszi. Igen, Jess, tényleg köszönjük. Hé, hey, látta valaki Nagyit? Nagyit? Nem, de Jess elküldött érte valakit. Megy érte valaki, ugye? Aha. Biztosan mindjárt itt lesz. Ha szeretnétek, felhívhatom, hogy... Ó, oh, ne. Hívom az emberem. Még egyszer. Akkor csatlakoztok hozzám egy italra? Igen. Jól hangzik. Mit szóltok, hölgyek? Remek ötlet. Oké. Okay. Halló? Igen, Nagyi, én elszúrtam, sajnálom. Semmi baj. Mikorra készül el? Kész vagyok. Jó, szuper. 20 perc múlva ott lesz magáért valaki. Oh, jól van. Oh. Szia, Jess és Blair-t hívtad. Hagy üzenetet. Francba. Igen? Üdv, én vagyok. Segítség kell. El se hiszem. Nagyon jó. Szia! Szia! Tudod már, hol vannak? Ó, igen, kis keveredés volt. Egy perc is itt lesz. Jó. Bíztam benne. Ó, én volnék. Szuper, Jess. Tudod, Kim aggódott, hogy a szülőházam kertjében lesz a fogadás, de jól sült el. Ó, oh, remek ötlet volt. Sok emlék köt ide téged. Minket köt ide sok emlék. Régi képeket nézegettem, hogy fotomontást készítsek belőle. Ó, oh, ez csodás ötlet. Imádni fogják. Hát, elég sok készült rólunk. Mint ez itt. Emlékszel a 12. szülinapomra, amikor ez készült? Azta, olyan menők voltunk, már akkor is. Igen. Kösz, hogy megmutattad. Igen. Szép emlékek. Oda néz, nagyon gáz. Csodat. Nagyon ciki. A fénysor az én ötletem volt. Ez és itt mindenki előtt van, hiszem el. Miről sutyorogtok ott? Semmiről. Csajok. Én vagyok, mi az? Csak, hogy Ted nagyszerű. Igen, és? De a kis barátja, Jessica. Mi van vele? A suliban mindig elveszett kiskutyaként követte. Igen, a legjobb barátok. Csak győződj meg róla, hogy nem képzele bele ennél többet. Csak próbálunk megóvni. Ennyi. Ó, ezt fel kell vennem, de csak élvezd a partit. Jó. Oké.
Remek! Patrick! Remek! Remek! Patrick! A Nagyi leszállítva? Nagyi, minden rendben? Viccelsz velem? Rég nem szórakoztam így. Ölej meg! De jó látni. Oké, hátul vannak. Egy perc és megyek én jól is. Van. Vagy annyi se. Mr. Mulligan, robogóval. Hát mit képzelt? Vagy ez volt, vagy a busz ellopása az otthonból. Rendben, nincs gond. Itt van, csak ez számít. Na de mi történt? Hogy felejtetted el a Nagyit? Tudja, én csak hibáztam. Az a Jess, akit ismerek, nem követel ilyet. Jó, azért nem kell túl gondolni. Rendben? De kösz, és biztonságosabb hazaútja lesz. Ha mégis kellek, csak hívj. Először a kertet mutatom meg, ahol a sátrak lesznek. Igen, mindjárt csak még rájuk várok. Mennem kell. Szia! Szia! Hol van Ted? Késik egy kicsit, de majd jön. Oké, rendben. Most kicsit jobban megismerhetjük egymást. Igen. Menjünk. Szóval a székeket jobb és bal oldalra fogjuk tenni, így középen lesz egy folyosó. A felszolgáló pedig itt lesznek, így remek háttered lesz a fotókhoz. Jess, ez csodaszép. Tudod, kislánykoromban mindig arról álmodtam, hogy a Szent József kastélyban lesz az esküvő. Igen, mindannyian erről álmodunk. De azt hiszem, évek óta nincs már ott esküvő. Megpróbáltam, de lehetetlen. Nos, ez is remek választás. Igen. Szóval... Te és Ted, hogy sohasem jártatok? Mi csak köztünk ez nem olyan. Soha? Nem tudom, csak azért kérdezem, mert ti ketten tökéletesen összeilletek. Igen, folyton ezt kérdezi mindenki, de mi nem érzünk úgy, de tudod, te csodálatos, és hiányoznak a csodás pasik az életemből. Bocsi, de ezt az exem fel kell vennem. Bocsáss meg. Mi az? Mondtam, hogy most nem tudunk beszélni. Erről nem nyitok vitát. Minden rendben? Nem, az exem pokollá teszi az életemet. Értem, ha szeretnél szünetet tartani... Nem, semmi gond, de légy velem őszinte. Rendben, kérlek. Nézd azt, Ed! Gyorsan, mielőtt ideér, érzel valamit iránta? Nem, én nem érzek semmit. Szia, Ted! Hey, szia! Szia! Elkéstem. Nem. Ezt nézd hát meg. Nem nagyszerű. De? Tökéletes. Oké, menjünk erre, megmutatom, hol lesz a vacsora sátor. Remek. Köszönöm, Jessica. Jól van, rendben. Thank you.
hazudtam! A szemébe néztem, és hazudtam neki! Lassíts! Még van időd az esküvőjén. Igen. Lehet, hogy az egész ártatlan. Én egy foglalt pasit szeretek, ez nem ártatlan. Nem, csak azt hiszed, hogy szereted. Én, de... Jesse, valaki, akit mindig ismertél is fontos neked, megnősül. Ez a gond. Nem, csak az érzésed oka. Hogy? Az életed viharos mostanában. Egy kapcsolatod véget ért, így most visszanézel. Ez bárki számára zavaros helyzetet teremtene. Az életem nagyon... Hogy mondta? Zavaros. Zavaros. És ez megmagyarázná, hogyan felejthetted el elhozatni Ted nagymamáját? Nos, ne aggódjon. Olyan összeszedett leszek, hogy... Hogy csak na! Ohó! Fenébe! Újabb hibát követtél el? Ne féljen. Ezt megoldom. Sziasztok! Szia, Jess! Ez meg mi? Jó, mi? No, na, amikor azt mondtad, hogy van egy meglepetésed, nem pont erre gondoltam. De komolyan, mi ez? A kölcsönző kicsit bekavart, de nincs gond, az otthonból van. Beszállás? Rendben. Hey, el tudnád ezt juttatni keddig? Ez a helyszín foglalója. Persze, intézem. Köszi. Hey, Jess, hová megyünk? Ne aggódj, bírni fogod. Hát jó. Oké, és... Jól van, indulás! Jó ötlet ez? Nagyon is. Teli találat. Ja, szó szerint. Jól van, ismerik a szabályokat. Tudják, hogy kell játszani. Az biztos. Mennyasszony? Vőlegény ellen. Jó vadászatot! Igen! Élvezed. Ó, igen, mindig erre vágytam. Honnan tudtad? A nőfélyed vagyok, az a dolgom, hogy tudjam. Tudod, mire emlékeztet? Megvan a 10. szülinapod? A vízibomba csata? Hé, az nem csata volt, hanem igazi háború. Ki gondolta, hogy te gyík haverjai ilyen jól lőnek? Talán most tör elő a haragjuk azért, ahogy régen bántunk velük. Főleg te, Loren. Hé! Nos, tényleg jó szemetek voltunk. Jó, hogy felnőttünk. Egyesek jobban. Hé, kedves vagyok. Néha. Ja, egy igazi szent vagy. Megnézem, hogy tiszta-e már a levegő. Hát nem volt tiszta. Egyáltalán nem. A gyíkok tényleg utálnak. Ha már a gyíkoknál tartunk, rajta tartottad a szemed a nőfélyeden? Igen. Beszéltem vele. Teddel csak barátok. Nem szereti őt. Biztos vagy ebben? Nagyon össze vannak melegedve. Mi?
Kasz volt, jó buli, az volt a kedvencem. Olyan... Megetted a tortámat, az összeset? Nem, én voltam dagited, és... Aha, megettem. Éhes voltam, és finom volt. Csak jól szórakoznak. Ahogy mindenki, ti is kipróbálhatnátok. Jó buli. Már tudom is, hogy hogyan. Ne is kezdi. Ne csináld. Hé, srácok! Bocsi ezért! Jess, vigyázz! Megmentettelek. Hős vagy. Meghaltam. Megmondtam. Ted szerint lehet, hogy csak barátok, de Jess érez valamit. Azt hittem, hogy próbálsz kedvesebb lenni. De én szuper kedves vagyok. Nem, Brian, más tervünk volt a házzal. Neki mi köze ehhez? Brian, most miért vagy ilyen? Brian! Brian! Hé, Kim. Minden rendben? Nem. Az exem megnehezíti az életemet, amennyire tudja. Ez szörnyű. Tudok segíteni? Nem, Jessica, sajnos nem tudsz. Vagy tudod mit? Lenne itt valami. Próbálj meg nem szerelmes lenni Tedbe. Kim, én mondtam, hogy Ted és tudom, én csak mondtál, barátok. De hazudtál. Oké, okay? Nyilvánvaló, hogy szerelmes vagy belé. Nem, én nem vagyok szerelmes. Láttam, hogy néztél rá az előbb, amikor rajtad feküdt. Hé, ho. Mi folyik itt? Te mondod el neki, vagy mondjam én? Elmondani? Mit? A nőfélyed szerelmes beléd. Jess, most miről beszél? Ez nem igaz. De igen. Látom, hogy hogy néz rád. Jess? Jól van, Ted. Mi mindig is a legjobb barátok voltunk. Oké? Ez most érzelmes időszak mindenkinek, jó? A legjobb barátom megnősül, oké? Elvesz egy csodálatos nőt. Igen, szemét voltál a suliban, oké? De Tednek igaza van, megváltoztál. És velem mi lesz? Kevesebbet látlak majd. Jess, én... Nézd, nincs baj, jó? Gondolkodtam, és örülök nektek, jó? De komolyan. De minden megváltozik, és azt hittem, mi sosem fogunk. Kim, nem vagyok szerelmes Tedbe, oké? Legjobb barátok vagyunk, és én nagyon-nagyon nem akarom elveszíteni őt. Jess, megnősülök, nem elhagylak. És Kim, egész életemben ismertem Jess-t, és sosem voltunk szerelmesek. Ha Jess az lenne, tudnám. Igen. Amúgy láttam a vőlegényed, elég csúnya. Nem tetszik. Sajnálom, srácok. Csak biztos az esküvő miatt izgalom. Semmi gond. Tudod, az esküvők zavarosak. Igaz. Jó, menjünk vissza. Nyugodj le, festék golyókkal. Rendben. Ez a modoró vagy fura? Mert mandula. Mandula? Miért nem modoró? Finomabb. Nem is olyan rossz. Nos, milyen nagy felismerésre jutottál? Miből gondolja, hogy nagy felismerésre jutottam? Na lássuk csak. Szabad napod van. Korán van még neked is. És melegítő nadrágban vagy. Ez bonyolult. Hogy? Vagy arra jöttél rá, hogy szereted, vagy arra, hogy nem. Vagy ez, vagy nem. Nem. Még rosszabb. Rájöttem, hogy van valami, amivel nem számoltunk. Mi az? Nem számít, hogy szeretem-e Tedet, vagy sem.
mert tegnap rájöttem, hogy szeretem. Én szeretem. Remek. Nem. Tegnap arra is rájöttem, hogy Ted nem szeret viszont. Ó. Oh. Ja. Ő az. Erre nem gondoltam. Furcsa, mindenre szoktam gondolni. Biztos öregszem. Jobb ez a mandula vagy. Csak túl száraz. Szóval eljutottunk a sütitől a popcorn vacsig. Ez legalább zöldség volt. Egykor. Ted átjön horrorfilmet nézni. Jess és Ted horrorfilm estje. Klasszikus. Igen. Vajon életben tudjátok tartani a hagyományt, ha megnősül? Nem tudom, hiszen te akarnád, hogy a férjed egy másik nővel filmezzen? Nem hiszem. Tudod, ez fura. Mindig azt hittem, Ted oda van, érted? Tényleg? Igen. Valami azt csukta. Na csá! Mi az? Mi? Mi az? Van valami az arcomban? Nem, semmi. Hey, te bírod Kimet, ugye? Persze. Ő csúcs, hisz elengedett filmezni, szóval... Mi? Nem kell engedély, hogy veled lógjak. Na és jobban örül, hogy veled vagyok itt, és nem egy legény búcsón. Igaz, ez bölcs, igen. Mivel csak barátok vagyunk, és én nem fogok vetközni így... Igen, szóval egyik nap elmentünk, és Kim hozott kávét. Oké. Igen, hozott kávét, tejszínnel meg cukorral. Ó, ne, feketén iszott. Tudom. Régen sok tejszínnel és cukorral ittad, majd két tejszínnel és cukorral, aztán tejjel, édesítőszerrel, mert egészségesebb. Most pedig már engem másolsz, és feketén iszod. Látod? Tudtad. Igen, de mit számít, tudja-e, hogy iszod a kávét, nem? Hát tudod, két embernek, akik összeházasodnak, nem kellene úgy ismerniük egymást, mint nekünk. Én nem hiszem, hogy számít, mióta ismeritek egymást, csak is az, hogy próbáljátok-e megismerni egymást. És nekem nagy előnyöm van, hisz sok időm volt megismerni Ted Coopert, és... Kim csak most kezdte. Igaz. Most is igazad van. De ezt félbe kell hagynunk. Mi? Mert most dolgom van. Ne. A fiúkkal fogunk lógni. Nem, munkaügy. Egy új ügyfél, akit meg kell szereznem. Egész éjjel fent leszünk. Ez igaz. Valószínűleg reggelig. De akkor miért jöttél át filmezni? Hát mert imádom a horrorfilmesteket. Jó, de most épp együtt lóghatnánk a bandával is. Hát igen, de... Én veled vagyok a legszívesebben. Igen. Én is. Holly! Szia! Horrorfilmest. Oké. Hát, rohannom kell. Ó, én nem is zavarok. Ó, nem zavarsz. Valamit el kell intéznie munkaügyben, és... Akkor gondolom indulsz is. Igen, én... maradnék, de... a többieket üdvözlöm, majd add át nekik. Jó. Oké, ez most mi volt? Mi? Most miért? Megmondtam, hogy oda van, érted? Sok sikert hozzá! Azt elviszem. Mm.
És volt az a Marilyn Monroe-nak öltözött gyerek a halloweeni táncnál. Ó, igen! Kosárlabdából voltak a melle. Igen. Aztán megbotlott, és akkor átesett, hogy a ruhájával az arcán landolt. Hogy is hívták a kölyket? Nem emlékszem, ő Jazz tudja. Jazz. Jazz. Hogy? Hogy hívták a srácot, aki Halloweenkor Marilyn Monroe-nak öltözött? Ben akárki. Ó, tényleg! Ben Scott! Ben Scott! Imádtam! Jazz. Mondd, jól vagy? Én? Igen, zavarodottnak tűz. Csak már az esküvőn járt az eszem. Hallottuk, hogy Kimmel veszekedtetek. Nem veszekedtünk, semmiség volt. Kimberly Kentwood a szemétcsaj újra a régi le? Nem, Kim most ténylegesen kedves. Ó, biztos az. Talán csak színjáték. Nem az, ő megváltozott. Kutyából sosem lesz szalonna. Ja, ha olyan kedves, miért veszekedtetek? Kim szerint szerelmes vagyok Tedbe. Ja, és? Nos, hozzámegy Tedhez, és nem akarja, hogy a nőféje szerelmes legyen belé. Tudod, mindig azt hittük, hogy összejöttök. Mi? Ó, igen, ahogy az egész suli is. Ti mindig együtt voltatok, óra előtt, ebédnél, suli után, szinte folyton. Szoros kapocs volt köztetek. Ez csak barátság. Erre elvesz egy libát. De most már kedves, komolyan. Biztos Chad is egyet értene. Chad Martins a suliból mit csinált vele? Nem tudja. Srácok? Összetörte a szívét. Megcsalta. Azt hittem, tudod. Megcsalta őt Sammyvel, aki akkor az exe volt. Kimet nem is zavarta. Kitépte a szívét, és szemét bedobta. Kutyából sosem lesz szalonna. Nem hiszem el, hogy férjhez mész. Te nem hiszed? Én állok oltár elé. Emlékszem, amikor arról ábrándoztunk, kihez megyünk férjhez. Emlékszem. Színészekről. Sportolókról, gazdag hercegekről, Tedről. Hé! Jól van, lehet, hogy Ted nem volt túl menő. Ezt mondd ki újra. Felnőttünk, fejlődtünk, változtunk. Nem tudnátok mondjuk, nem tudom, örülni, hogy Ted fel tudott nőni hozzám? Nem? Még nem? Oké, akkor csak mosolyogjatok. Megteszi. Kimberly Kentwood. Ah, Melinda! Nos, hogy sikerült? Pompásan. Az egyik legjobb munkám. Igen? Izgatott vagy? Nagyon is. Gyere! Itt várjatok! Már abba hagyhatod. Hál' Istennek. Mit gondolsz? Gyönyörű. De már van ruhája. Ez próbaruha. Nem Kimnek. Nekem. Előptelen pasit keresse, és csak utána ruhát. Nem kell gonoszkodnod. Igaz. Sajnálom. Az esküvőd csodás lesz, és az a ruha is szuper. Köszönöm. Az van, hogy mindenki megházasodik. Tudom. Még Dagi Ted is elvesz valakit. A barátnőnket, amit sosem hittem volna. Mindig azt hittem, hogy Márkkal összejönnek. Hogy őszinte legyek, én is. Mert ők annyira összeillenek. Ó, jön, gyere! Na? Ó, Kimberly! Mit szóltok? Kim, gyönyörű vagy. Szédítő. Tényleg? Kösz, csajok. Megan, most bögni fogsz?
Nem, de hogy én csak örülök neked. Mindketten. Ted remek pasi, mindenki szereti. Nem csoda, hogy ő házasodik meg, és nem mi. Ugyan, rátok is vár valaki. Lauren és én beszélgettünk. És? És úgy örülünk neked, Kim. Úgy örülünk. Oké. Mi az? Ismerlek, tudom, hogy van valami. Mi mindig a legjobbat akartuk neked. Próbáltunk megvédeni. A suliban neked hála hercegnőkként kezeltek. És ezt sosem felejtjük el. Igen, csajok, szeretlek, a családom vagytok. És a családodként biztosak akarunk lenni abban, hogy készen állsz erre a lépésre. Már megbeszéltük. Készen állok, egész biztosan. Csak mert váratlanul történt, és annyira mások vagytok. Nagyon mások. Mindig úgy gondoltuk, hogy te és Mark lennétek a tökéletes pár. Biztos túl vagy rajta, és nem csak vigasztalódsz. Csajok, Ted, minden, amit csak kívánhatok. De mindaz, amit te akarsz. Mark úgy ismerte Kimberly Kentwoodot, ahogy senki más nem. Órákig beszélgettetek. Igen. Teddel miről beszélgettek? Nem tudom. Ott az... esküvő. Mi lesz az esküvő után? Csajok, nem árt, Ted... nagyszerű, és önzetlen, vicces, okos. Az is. Mi lenne, ha felhívnád Markot? Csak hogy tényleg túl vagy-e rajta? És ha beszéltek, és még mindig Ted az igazi, mosolyogva adunk, majd férjhez. Igaz mosolyjal. Nem. Nem, biztos, hogy nem. Mit veszíthetsz? Itt vagy? Itt a smokingod. Kim? Itt vagy? Ted? Tudom, hogy Ted nagyszerű, de néha elbizonytalanodom, érted? A barátnőim szerint csak megijedtem. És ha más a baj? Mi van, ha nem kéne hozzá mennem? Tudom, én csak... beszélni akartam valakivel, és te jól ismersz. Tudom, én is szeretlek. Visszahívlak. Jessica! Mit keresel itt? Hát, kutyából sosem lesz szalonna. Mi? Oké, nem tudom, hogy mit hallottál, de nem az van, amit gondolsz. Én hallottalak! Szakítasz Teddel, és visszamész az exedhez! Oké, de ez nem erről van szó. Megjöttem! Láttam Jess kocsiját, itt van?
Meg kell tudnia. Mi? Ne, Jessica! Jess, várj! Ted! Jess, szia! Mit keresel itt? Elhoztam a smokingodat. Oké, kösz. Nem, Ted, amikor bejöttem, zajt hallottam, és felmentem a hálóhoz. Jól van, Jess, mi folyik itt? Lefújja az esküvőt. Lefújja? Kim? Ez nem igaz. Nem tudja, miről beszél. Hazug vagy. Hallottalak az exeddel, hogy elbizonytalanodtál, és azt mondtad neki, hogy szereted. Oké, Kim, miről van szó? Nem jössz hozzám? Persze, hogy hozzád megyek. Én csak... Ez csak egy kis esküvő előtti félsz. Tudod, pánik. Jó, de csak ennyi? Csak pánik? Igen. Én is félek. A házasság ilyen. Neki mondtad el? Igen. Az exednek, akit szeretsz. De utálod őt. Persze, hogy utálom. Próbáltam elmondani neki, miután lebukott, hogy nem az exemmel beszéltem, hanem az apámmal. Apáddal? Igen. Tehát neked itt van ő, oké? Én mindig apámnak öntöm ki a lelkem. Na jó, ez kézenfekvő válasz. Tessék, a mobilom. Nézd meg, kit hívtam utoljára. Igen, ez az apád száma. Köszönöm. Jess, mi? Úgy sajnálom. Ted, megmondtam, hogy szerelmes beléd. Próbálja tönkretenni az esküvőnket. Mennem kell. Uh-huh. Jess, Jessica. Az, aminek gondolom. Jess, az a foglaló, mondtam, hogy keddig kell, vagy elveszítjük a helyet. Várjunk csak. Azt mondod, hogy így most nincs helyünk az esküvőre? Én helyrehozom, csak adjatok Jessica, egy kis... Én nem tettem mást. Csak próbáltam mindvégig kedves lenni veled. Sajnálom, hogy gonosz voltam a suliban, és nem voltam veled kedves. És tudod mit? Azt is, hogy hozzámegyek a legjobb barátodhoz. És azt is, hogy engem akar elvenni, és nem téged. Tehát úgy sajnálom. Sajnálja. Hétvégén egybe kelünk, és nincs helyszínünk. A sajnálat kevés, Jessica. Igen, Jess, jobb, ha elmész. És... jobb, ha nem vagy ott az esküvőn. Bárhol is lesz ezek után. Drágám, nem túlzás ez? Ha? Tényleg az lenne? Nem akarom tönkretenni a nagy napot. Ó, úgy érted még jobban? Kösz. Ne aggódj. Nem leszek ott. Tudom. Mármint... Tudom, jó lesz, szúrtam mindent. Optimista szoktam lenni, de... Tudom. Én elszúrtam, és ő a legjobb barátom. Mit tegyek? Hát, azt hiszem, erre magadnak kell rájönnöd. Igen. Én ezt tudom. Az életet nem egy tett határozza meg. Tettek sokasága bír. Befolyással. Egy kapcsolatnál is. Igen. Tudom, mit teszek. Köszi, maga bölcs, vén ember. Hazavinnél? Igazatok volt. Nem lett volna szabad megbíznom Jessicában. Mi történt? Ted nekiadta a foglalót a helyszínre, és nem vitte el. Mindvégig szabotálta az esküvőnket. Sosem akarta, hogy megtörténjen. Megmondtuk, Kim. Sajnálom, hogy így kellett megértened. Tudod, Jess sosem akarta, hogy Tedhez menj. Csak azt hittem. Túlléptünk a múlton.
Néha csak akkor veszed észre a valót, amikor már nincs előtted. Jess talán féltékeny lett, hogy közel kerülsz Tedhez. Ahogyan kell. Talán jobb így. Hogy? Mégis hogy lehetne jobb így? Tönkretette az esküvőmet. Nos, talán időt nyertél, hogy átgondold, hogy hogyan tovább ezután. Mármint akkor Teddel, igaz? Csajok, hozzámegyek Tedhez. Csak az a kérdés, hol és mikor. Szia, Cam, itt Jessica Parks. Ó, emlékszel rám, jó. Jól vagyok, kösz. Emlékszel, hogy az esküvődön azt mondtad, hogy ha szívességgel csak hívjalak fel? Nos, most kell. Szia, Annie, itt Jessica Parks. Ja, rémlik az a szívesség? Igen, nos... Halló? Itt Patrick, itt Jessica. Igen, szívesség kéne. Oké, ne feledd. Vállent, hát egyenes. Rajta. Jó, előrébb kicsit a lábad. Remek. Egy pillanat, jó? Nagyi? Ó, Theodor, itt a Nagyi. Remélem nem zavarlak. Nem, dehogy is. Mi az, minden rendben? Nos, talán ostobán hangzik, de tudom azt, hogy megnősülsz holnap. Találkozunk egy óra múlva. Van számodra valamim? Igen, megoldom. Csak mondd, hol. Sajnálom, de el kell mennem. Okay. Nagyim. Halló? Ó, Kimberly, drágám. Ted Nagyi vagyok. Ó, Nagyi, örülök, hogy hív. Minden rendben van? Ó, igen, drágám. Jól vagyok. Szeretném, hogyha megtennél nekem valamit. Szia! Mit keresel itt? Hogy? A Nagyit hívott ide. Azt mondta, találkozni akar. Ez fura. Engem is hívott, hogy itt akar találkozni. Mi? Mi folyik itt? Nem tudom. Ó, bocs az átverésért, de azt akartuk, hogy mindenképpen elgyertek. Nagyi, miért vagyunk itt? Önök Ted Cooper és Kimberly Kentwood? Igen. És maga ki? A kastély menedzsere. Felhívták a főnökömet. Nos, a főnököm főnökének a főnökét. Megmozgattak pár szálat. Hogyan? Pár szálat? Általában nem teszünk ilyet, de itt az engedély, hogy megtarthassák az esküvőjüket. Itt? Igen. Itt lehet az esküvőnk? Itt lehet az esküvőnk? Csak írják alá. Mi? A foglalót már rendezték. Önöké a hely 10-től éjfélig, és remélem az elég idő. Igen, hát persze, hogy elég idő. Ahogy azt a hölgynek is mondtam, mindent maguknak kell hozni. Asztalt, széket. Rendben, jó. Köszönjük. Ted, mondtam Jessnek, hogy mindig erről elmondtam. Hihetetlen, hogy elintézte. Úgy tűnik, hogy annyira sok embernek segített már megszervezni az esküvőjét, hogy tartoztak neki pár szívességgel. Jobb lesz, ha gyorsan felhívtok mindenkit. Jess még intéz pár telefont. Holnap reggel az egészen gyönyörűen fel lesz díszítve. Ted! Úgy örülök. Na, körülnézek. Rendben. Micsoda nő? Igen az.
Jessről beszéltem. Szép jó reggelt! Köszönöm, hogy eljöttetek. Jess nagyon hálás nektek. Rendben. Csak egy pár óránk van berendezni a helyszínt, úgyhogy lássunk neki. És tessék! Jó reggelt! Ez az. Te most rejtőzködsz? Nem akarom, hogy Ted és Kim tudja, hogy itt vagyok. Megbocsátanak. Az adóvevők. Csináljuk. Remek, hölgyek, jó? Igen, szuper. Jess, hölgyek. Patrick! Igen? Nos, minden egyes asztalra kerüljön olyan dísz. Az Kim kedvenc virága. Meg lesz. És a NASA ajándékos asztalt is arrébb kéne rakni. Vettem. Patrick! Igen? A virágokat. Doris, ne tépd szét. Jó. Ne, tedd az asztalra, ott a helyük. Hallottátok ezt? Nem, nem. Na mindegy. Tökéletes. Ugyanilyen szép? Jön a torta. Igen, igen, szép. Remélem neked is tetszik. Ez gyönyörű. Hát ez ki? Kicsoda. Majdnem. A Jess? Hozom, hozom. Ó, nagyszerűen haladunk, de figyelj, van egy kis probléma. Gyorsan! Miért lögdösöl? Bocs, csak megijedtem. Kiugorhatott volna a csípőm. Kim, erre jön. Figyelj, valamit el kell mondanom. Jack bácsi, kedves, hogy felhívsz. Tudom, úgy sajnálom, hogy nem tudtok eljönni. Ez jó volt. Ja, jó moka. Figyelj, gondunk van. Ó, ne. Doris lecsapott a sütire? Nem. Jó, talán. A nagyi már is piál? Nem, várj. Ő iszik. Nos, tudja. Ó, kedves, hogy ezt mondod, Jack bácsi. Figyelj csak, tedd el meglátogatunk, amint lehet, oké? Rendben. Én is szeretlek. Közel volt. Figyelj, hallgass meg, van egy kis gond. Okay. Mi az? Senki sem látta Tedet. Senki sem látta. Senki sem látta. Ez kemény. Jessica! Mrs. Cooper!
Jessica, de jó, hogy itt vagy. Nem találják Tedet? Mindenhol kerestük. Nincs se otthon, se a teremben, sehol. Gondolom már százszor hívta. Hangpostára ment. Oh. Jessica, tudom, hogy összevesztetek, de te mindenkinél jobban ismered. Nincs valami ötleted, hogy hol lehet? Tudok egy helyet. Oké, most oda megyek. Maguk húzzák az időt, én pedig idehozom, amint tudom. Kérlek, Jessica, siess! Úgy lesz. Azt hiszem, tudom, hogy hol van. Itt a furgon kulcsa? Nem. De van nálam valami más. Jó, hogy itt vagy. Haragszol még? Nem. Hurrá! Egy pont Jessnek. Nem, nem kapsz pontot. Igen, megszervezted Kim álomesküvőjét, de összekavartál minden mást. Nem akartam. Tudom. Megvádoltad, hogy megcsal az exével. Pont az esküvőn kellett. Ja, az nyilván nem jó pont. Végig a múltban éltem. A múltunkban. Én azt hittem, Kim ugyanaz a gonosz lány, aki a suliban volt. Érted? De ő már nem olyan. Az emberek néha megváltoznak. És önmaguk jobb verziói lesznek, és én... Nem hagytam ezt Kimnek. Én csak feltételeztem. Igen. De nem csak te. Hogy érted? Ezt az esküvőt elkapkodtuk. Nos, néha túl gyorsan esünk szerelembe. Igen. Tetszett a gondolat, hogy elveszem. Érted? Én is a múltban ragadtam, mint Dagi Ted. És a bálkirálynő randizik velem, sőt, hozzám jön ez. Nézd, már nem Dagi Ted vagy. Régóta. És mikor az is voltál, te voltál a legklasszabb srác. Szerinted miért vagyok most is itt? És akár te vagy Dagi Ted, vagy tudod, macsó sikeres Ted, akkor is Ted maradsz. Te egy csodás, vicces srác vagy, aki, tudod, fél a horrorfilmektől. Igaz barát vagy. És az, hogy nem leszel ott az esküvőmön, rémes. Igen. Itt vagyok. Még van idő tisztázni a dolgokat Kimmel, mielőtt összeházasodtok. Pont ez az. Nem biztos, hogy Kim az, akit el akarok venni. Nem tudom, Jess. Te mit gondolsz? Elvegyem Kimet? Ez túl nagy döntés, hogy én hozzam meg. Tudod, ott nálunk Kim azt mondta, érzel valamit irántam. Igaz ez?
Szeretsz engem? Ted. Én szeretlek. Barátként, mint barátot. Vedd el a bálkirálynőt. És nőfélyedként az én kötelességem elmondani, hogy egy csodálatos nő vár rád, és tudod, azt hallottam egy gyönyörűen feldíszített esküvői helyszínen, amihez minden lehetséges szívességet bevetettem. Oda kell, hogy vigyellek, tudod? Bármi áron. Menjünk! Oké. Jövök! Jövök. Készen állsz? Igen. Ne aggódj, nem látlak. Nem, semmi gond, Ted, kinyithatod. Tudtam, hogy vele leszel. Nem, Kim, nem az van. Nem. Én... Nem úgy értettem. Úgy értettem, ha bárki képes megtalálni Tedet, az... Te vagy, Jess. Sajnálom, hogy elkéstem, és... Nem, Ted, ez inkább jó. Mert mi alatt vártalak, gondolkodtam. És jobb, ha mind őszinték vagyunk egymáshoz és magunkhoz. Ezt hogy érted? Ted, mi elkapkodtuk. És igen, én tényleg szeretlek, de... Nem biztos, hogy én szerelmes vagyok. És abban sem vagyok biztos, hogy te szerelmes vagy-e. Akkor csak járjunk tovább, elhalaszthatjuk a... Ted, figyeltelek titeket az esküvő szervezése közben, és azt akarom, ami köztetek van. Nem akarlak bántani, csak őszinte akarok lenni veled, és talán most először önmagammal is. Gonosz voltam a suliban. És Tedhez menni bizonyította volna, hogy már megváltoztam. De nem tudom, ez talán nem a legjobb alap egy házassághoz. Megértesz? Bálkirálynő és Dagi Ted. Ki hitte volna? Ha őszinte vagyok, igazad van. Igen. És jobb, ha ti is őszinték vagytok egymáshoz, oké? Okay? Láttalak titeket együtt, és ez sokkal több barátságnál. Sajnálom, Jess, hogy aljas voltam. Nem csak a paintballnál vagy Tednél, hanem minden korábbi alkalommal. Köszi. A megbánás rettenetes dolog. Szóval, képesek vagytok végre dűlőre jutni egymással?
Hihetetlen. Tényleg az. Ted! Merre voltál? Anya. És Kim, ő elmegy? Igen. Igen, anya, úgyhogy ma nem lesz esküvő. Kicsim, mondd, jól vagy? Mi történt? Igen, jól vagyok. Csak nem Kim volt. Tudod, nem ő volt az igazi. Nos, jobb, hogy most jöttél rá. És nem évekkel később. Köszönöm, hogy újra megtaláltad a mi Teddy Macinkat. Teddy Maci? Ne. Ez valami új? Ne, nem. Én erről miért nem tudtam? Nem, nem, nem. Miért nem mondtad el? Nem, ezt felejtsd el. Egek, ez nagyon finom. Talán az a legszebb esküvő, amit szerveztél, csak senki sem házasodott meg. Neked akármennyi hanti esküvőt megszervezek, azért még kifizetsz. Hát, nem fulladhat minden kudarcba. Mi az? Most mit nézel? Téged. Tudod mit? Na, mondd csak. Nos, ha valaki jól ismer, az te vagy. Mire gondolsz? Hogy mekkora vágyat érzek, hogy ezt a tortát az arcodba nyomjam? Pont ugyanerre gondoltam. 6 hónappal később. Mint mondtam, imádom az esküvőket. Mindent szeretek bennük. Van valami varázslatos abban, amikor két ember örök szerelmet fogad egymásnak. Annyira szeretem az esküvőket, hogy mindent a legapróbb részletig megtervezek. De ezt sosem terveztem. Vagy mégis? Magyar hangok. Csuha Borbála, Varga Gábor, Mezei Kitti, Forgács Gábor, Laudon Andrea, Lamboni Anna, Kovács Nóra, Mohai Tamás, Cető Roland, Garami Mónika, Bittner Anett. Magyar szöveg Makai Gabriella. Hangmérnök Gombár Bendegúz és Takács György. Vágó Takács György. Gyártásvezető Farkas Márta. Szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a TV2 média csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Komlósi Gergő.